Újabb öt évig kibővített műszaki területtel végezheti munkáját a Délzalai Víz és Csatorna Mű Zrt. laboratóriuma. A jelentős szakmai sikerről néhány napja kapta meg a határozatot a cég. A döntésnek köszönhetően a vízmű szakemberei, magánszemélyek és gazdasági társaságok részére is elvégezhetnek az ivóvízhez és a szennyvízhez kapcsolódó vizsgálatokat. A 80-as években költözött Molnáriból a jelenlegi helyére a vízmű laboratóriuma. A telep rekonstrukciója 2011 és 2014 között valósult meg, aminek köszönhetően korszerű eszközöket szereztek be, és az épületet is felújították. A 2000-es évektől akreditált működik az intézmény, és a mostani döntésnek köszönhetően ez további 5 évig így is marad. Nagyon szigorú folyamat eredménye az, hogy a Nemzeti Akreditáló Testület ki adja ezt a határozatot, több hónapig készül rá a, a csapatunk a laboratóriumban. Persze rutinos kollégáim és nagyon jó szakembereink vannak ott, akik azért tudják, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenni. Ráadásul nehezítette, hogy nem személyes, hanem online értekezleteken valósult meg az akkreditáció, és azt hiszem egy kollega, kollega tudott csak személyesen lenni a Nemzeti Akreditáló Testülettől, de a, a, mind ők, mind a kollégáim nagyon jól helytáltak, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szakmai siker itt a délzalai vízműnél, hogy ezt az akkreditáló határozatot most megkaptuk. Ezzel a határozattal nem csak a helyi víz- és szennyvíz mintákat a cég, hanem lehetőség van magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és egyéb üzemeltetőknek is elemzéseket készíteni. A laboratóriumi életében ez egy nagyon fontos dolog, mivel hogyha nem lennénk a Nemzeti Akreditáló Hatóság által minősített laboratórium, akkor nem végezhetnénk ivóvíz, illetve szennyvíz, vizsgálatokat. Most így el is mondtam, hogy mi az ivóvízadó kutakat vizsgáljuk, az ivóvíz hálózatba táplálás helyén havonta kétszer veszünk vízmintát. Az ivóvíz hálózaton a egyes községekben, falvakban és a Nagykanizsa városban a vízfelhasználás függvényében vizsgáljuk a a vízminőséget. A szakemberek felmérései kiterjednek a klasszikus kémiai és a nagyműszeres vizsgálatokra, illetve a mikrobiológiai tanulmányozásokra is.